Jó estét kívánok! Kaotikus állapotok alakultak ki egyes szavazókörökben Kelet-Ukrajnában, ahol Donyeck és Luhanszk megyék önállósodásáról rendeztek népszavazást az oroszbarát szeparatisták. Számos szabálytalanság történt, volt, ahol nem volt szavazófülke, névjegyzék, sok szavazó kétszer voksolt, a szavazólapokat pedig egyszerű fénymásolóval sokszorosították. A népszavazást sem Kijev, sem a nyugati országok nem ismerik el, sőt korábban Putyin orosz elnök is a referendum elhalasztását kérte. Az oroszbarát szeparatisták gépfegyvereinek árnyékában tartották az állítólagos népszavazást Ukrajna keleti városaiban. A referendumot a kijevi kormány nem ismeri el, sem a nyugati országok. Ettől eltekintve is számos szabálytalansággal találták szembe magukat a szavazók. Négy régióban nem jutottak el a szavazólapok és jegyzőkönyvek, mert az ukrán nemzeti gárda megállította a járműveinket, mondta a Luhanszki Választási Bizottság sajtófőnöke. Ahol pedig összejött a voksolás, a 10 évvel ezelőtti választói névjegyzék alapján szavaztak. Egyes hírek szerint azóta Luhanszk megye lakossága például 400 ezer fővel csökkent, ami súlyos visszaélésekre adott lehetőséget. Ráadásul sok helyen nem voltak szavazófülkék, a szavazólapok pedig pecsét, sorszám és biztonsági jel nélküli papírok voltak. Volt, ahol az urnák sem voltak lepecsételve. Sajtóhírek szerint az ukrán hatóságok szakadároknál tegnap találtak 100 ezer előre kitöltött szavazólapot. Mariupolban, ahol a napokban halálos áldozatokat követelő harcok robbantak ki az ukrán katonák és a fegyveres szakadárok között, mindössze 8 szavazóhelyiség nyílt 500 000 ember számára. Így nem csoda, hogy hosszú sorok alakultak ki, és a nyílt utcán nyitottak egy szavazókört. A kikötővárosban személyi igazolvánnyal bárhol lehetett szavazni, nem lévén névjegyzék. A kijevi vezetés Oroszország által szervezett színjátéknak nevezte a referendumot, és folytatta a szeparatisták elleni harcot. A terrorelhárító műveletek a végéhez közelednek Krasznyi Limánban, Szlavianszkban és Kramatorszkban. Szeparatista bázisokat és ellenőrző pontokat semmisítettünk meg, jelentette be az ukrán elnök kabinetfőnöke. A műveletek ellenére a voksolás előestéjén Mariupolban ismeretlenek felgyújtottak egy kaszárnyát, amely egy elhagyatott katonai bázis területén állt. Eközben az orosz elnök Szocsiban hókizott. A stadionban egy perces csenddel emlékeztek a mariupoli harcok áldozataira. A létesítményben egymás mellett függött az orosz és az ukrán zászló. Vlagyimir Putyin gólt is lőtt, majd nyilatkozott. Bár korábban a népszavazás elhalasztására kérte az ukrajnai szakadárokat, most nem mondott semmit a voksolásról. Donyeck és Luhanszk megyében a nemrég kikiáltott népköztársaság önállósodásáról szavazhattak a helyiek. Donyeckben emellett egy brit üzletember kezdeményezésére, a régió Nagy-Britanniához történő csatlakozásáról is. A felmérések szerint a lakosság 70%-a Kelet-Ukrajnában is támogatja az ország területi egységét.